Jóra, jóra, vagy szép jó napos estét kívánok mindenkinek. Itt egy újabb vidivel jelentkezünk. Méghozzá nem mással, mint a BDO-val, Black Desert Online Remastered game-mel. Ugyanis a játékot lassan visszavette a Pearl Abyss, már nem a Kakao Games-nak a kezébe van, és nézzük meg, hogy kb. Mibe javult vagy romlott így első látása, első benyomása a game. Engem az fogadott, miután felléptem, hogy és nem is, elnézést kérek, hogy már az fogadott két nappal azért, hogy letöltöttem volna az új BDO-t, ugyebár le kell törölni a régit és le kell tölteni a másikat tőlük külön. Jobban már ne sípogják abbe. Na, köszönöm. Hogy e-mailt kaptam, hogy már itt van a legújabb hős. Még be se fejeződött jóformán a másik season, és már itt van a legújabb hős, semmi elő mese dolog nélkül, amit veszem, fiam, tuff, itt van. Élőbe, amit majd mindjárt ki is fogunk próbálni, éjfele pacikázunk el az adott helyre, ahol leteszteljük ugyanis. Nekem már megvan a véleményem róla, de ezt inkább majd szemkontaktussal fogjuk végignézni, hogy kinek mennyire jön be. Na. Ami ugrás lenne még, hogy míg a Kakao Games-nél a játékot 7 napig próbálhattad ki ingyen, a Pearl Abyss úgy döntött, hogy a játékra 30 napos ingyenes free trial-t ad, tehát ha valaki még nem játszott a game-mel, nem ismeri, vagy ilyesmi, vagy te akarod bemutatni a haverodnak, hogy te havert és már lenézek, milyen faja, milyen grafika, milyen őr. Igen, na. 18 plusz kérem, mindenki tartsa a fantáziáját a korlátok között, mögött, helyett, jó. És így a játék 30 napos próba időt kapott, tehát ha ki akarod próbálni, vagy haverod ki akarja próbálni, nyugodtan megteheti, ugyanis 30 nap alatt ez a kari, amit itt látsz, és ez a felszerelés, ami rajtam van, egy jó, kicsit csaltam azért, mert azért 187-es alpép nem lesz pont, hogy belépsz a gamebe, de mindjárt arra is rátérünk, hogy mi van ezzel kapcsolatban, újítás, de először ezen a menetem menjek végig. 30 nap alatt mindent kipróbálhatsz, amit akarsz, és kérdezheted, hogy oké, megveszed, vagy nem veszed meg a gamet. Na, következő. Ugyanis mindig, amikor van egy új kari, vannak új belépési eventek, update-ok, minden, most is van ilyen event, olyan event, tudom is, hogy valami cukorka event, ahogy látom, sweet candy bag, meg nyavaja, nem másztam bele még annyira, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg, hogyha megnézitek a belépési eventeket, ami kezdődött március 4-én, hát én kicsit elkéstem azért ezzel, és tart egészen március 31-ig, hát szerintem én nem fogom ezt végigvinni. De a lényeg, hogy aki elkezdte a legején, az először is végig fogja vinni, szóval innen minden meg fog kapni. És nem ez a pont, ami itt van, hanem ami itt van. Tehát belépsz 4 napon egymás után, és megkapod azokat a cuccokat, amikért kőkeményen kellett volna grindolod level 62-re, 3-ra, majd 64-re. 1, 2, 3, 4. A 4 legértékesebb tárgyat, amiért tényleg vért izzadtál, és főleg Koreába izzadtak vért, szerintem azok most eret vágnak, hogyha meglátják ezt, de hát... Ez van, ahol verőszke szeretni, elnézést. Szólna. És ugyebár ezt itt nem update, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy most, hogy visszavette a Pearl Abyss, még többet segít a játékosoknak, mint ez eddig megtörtént. De ez az én szerény véleményem, lehet mondani azt, hogy nincs igazad, mert nem izé. Ezt most mindenki maga dönti el, hogy és mint. Én azt mondom, hogy elég izé. Nem most írjuk Facebookon. Kus. Na. Jó, hogy most kell a kutya is beinduljon. Na. És akkor még ami érdekesség lenne a gémen belül, hogy ezt letárgyaltuk. Vagy bejött az új kari. Az új kari engem, hát egy ilyen... Thorra emlékeztet, ha filmet veszünk alapul, ha meg valaminek talán animét, vagy mesét, vagy rajzfilmet, akkor pedig a Dragon Ball. Ugyanis az alap skilljei, amit majd itt most le fogunk most tesztelni, eléggé hasonlítanak mind a két megemlített embernek, hősnek, személynek,
az izére, harcmodorára, csak előtte még egy kicsit tuningoljuk fel magunkat, mert van egy olyan érzésem talán, hogy ez a ...187 AP nem lenne elég, ahogy látjátok, ez csak ilyen szedett-vedett cucc, amit épp összekotortam a raktáromból. Jó, te felvírod a másikat, és akkor ez itt meg is van. Na, most ide elméletileg nekünk kellene 90 és 110 az optimális AP, amit ajánl a game ehhez a ponthoz. Hát most megnézzük, hogy ennél többen mire megyünk. Üdvözlő, hogy nem ezt kell megnyomni. A skillünk ugyebár minden alapon van, kivéve a passzív, amit egy kicsit nyomtam, de ezen kívül minden más skillünk, ez a alapból nyomja, passzív, és minden más skillünk egyes. Nem fejlesztettünk még semmit, mivel én nem tudom, hogy mit fejleszek nála. De legérdemesebb azt a skillt, amiket sokat használtok, mint például az F. Na, még a végén nem is leszünk olyan rosszak. És akkor itt jön Mr. Thor. És nem tudom a történetet magának a Karinak, mert én csak egy kicsit néztem bele a trailerbe. Na, egy szintet is léptünk. Nagyon menő. Itt a Kamehameha. Itt a másik Kamehameha. És itt a másik Kamehameha. Csomó olyan skillje van. Ha hajj már meg, köszönöm. Ami bár töltő skill, de ennek ellenére sűrűn tudod használni. És sebzése is van. Hát akkor nem tudom, hogy nekem mi hazudott itt a game, mert azért 187-es AP-val, hogy látjátok, és itt megkínoz. Na, és kb. Ezek lennének az újítások a játékon belül. Tehát aki eddig nem játszott, vagy nem izé, vagy most akar tényleg ingyen ilyen power-up boostot, öcsém, haver, lányom, fiam, gyermekem, életem értelmes, annak minden tüneményes gyönyörre, nem kell más tenned, csak belépsz. Vágod? Nem kell. Még meg se kell mozdítanod a karidat, csak belépsz. Megnyomod az eszkét, berakod ezt az izét, attendálsz. Aj, de milyen kemény menék meg, és itt elfogod a napi cuckombót, és akkor nagyon menő leszel. Na. Szerintem most az, aki már kifarmolta az ilyen meg az olyan erős cuccait, az eret vág. Mert hogy a tromisi milyen hosszú farmási procedúrája kukába ment, hát haver, ez, most mit mondjak, tehát minden játéknál így van, ha te vagy az elsők között, aki elkezdi, mire a játék már egy jó pár éves lesz, akkor az új játékosok nem kelhetik ugyanazt a képük elé, mert akkor olyan érszakadás lenne a játék és új játékos meg régi játékos között, hogy senki nem kezdené el a gémet. Hát lehet, hogy kicsit mindjárt pluszolunk egy-két skillt, mert menjünk csak egy kicsit félre, mert amúgy nagyon kemények vagyunk meg minden, csak számomra ez így nagyon. Ne várjuk, mit használunk? Mi használjuk az F-et. Jó, használjuk a Shift és LMB-t is, igen. Jó, maxos. Shiftése, azt még hagyjuk. Shiftése, RMB, visszafelése, ezt is sokat használjuk. Shiftése, hát mondjuk ez a Kamehameha. És akkor per pillanat ennyi. Mondjuk látjátok, hogy amilyen gyorsan fejlődsz a gémen belül, nincsen skill pontom, hogy a lépést tartsak a fejlődéssel, tehát ez elég érdekes. Na de nem ez a lényeg. Na, nézzük majd most mit alakítunk. Hello. Ó. És igen, van egy elég érdekes blokk skillje. Hát... elmondjuk már más.
Azt nem mondd, hogy nekem azt leblokkoltad, mert megkenem az arcodat. Na. És amúgy le, igen, leblokkolt. De nem baj. Na. Amúgy a Karinak elég érdekes outfitet adtak, tehát ez valami... Én azt mondom, hogy valami... Talán istenségnek neveznék, vagy nem tudom, hogy pontosan minek gondolták ők ezt az izét. De a trailerben valami ilyesmi lenne, hogy valami kő állatkák ott fent, azok az artefaktok helyén jelenik meg az emberkénk, tehát na. Elég érdekes egy. Használjuk már ezt? Lecsapott. Torkalapácsa lecsap és ökle. Kalapács, a kalapács vagyok én. Hát hello. Igen. Én is így gondoltam, hogy... Ami nekem még egy kicsit fura, hogy a Karinak ami dodzsoló skillje van, az eléggé olyan, hogy nem tudod folyton használni. De mi lenne, ha abba hagynád annak a spammelését, haver? Nagyon megköszönném. De komolyan. Csak megöljük egyszer ezt a gólemet. Letesszük a terülesebzőnket, úgy. Haj, már meg, na végre. De nehezen akartál. Annak ellenére, hogy van AP-ing, meg van minden, nem adja. De ma Zakyuraszi lenne az izéme. Ami fegyvert én is vettem neki, az nem épp egy Akyuraszi barát. Na, és akkor menjünk még itt egy kicsit. Még ameddig tart legalább ez a boost addig itt. Hát jó, amúgy nem lehet panaszkodni, mert... Elég szépen. Ha azt mondom, ez még csak egy... Másfél órás kari. Most képest az, hogy elég jó. Más újítás a gémen belül eddig még nincs, tehát így nem... Nincs semmi más újdonság, ezek csak az újdonságok, hogy na. Ennyi mindent kaphatsz ingyen. Ingyen fel tudod, meg tudod boostolni a karidat. Bár természetesen aki na, annyira játszik BD-val, hogy ez érdekel és ez az update. Megmondom, akinek már megvannak a felszerelések. Mondjuk az a baj most az ilyennel, ergo mondjuk ez egy kicsit necces. Mivel, hogy megkapjátok, vagy mindenki megkapja, gondolom, aki játszik most, mert már csak az is fellép, érted, én is felléptem, ne bolonduljak meg, hogy megkapja, még ha nem is vagyok egy nagy BDO veterán, mint régen, hogy 24-ben nyomjam. Hogy most, amíg ékszereket felraknak, csomó fel fog kerülni, annak nagyon kevés és nagyon gyenge ára lesz, és természetesen csak olyanokat fognak megvásárolni, ami többet fog sebezni, mint a... ez izé. Mint ezek a... ezek, no, szevasz, film, te is megérkeztél, János. Te hiányoztál még a videóból. Mert te vedd a mobokat, nem be akkor menjünk erre. Most még lesz egy kicsi ilyen izé. Ami érdekesség talán még, hogy a subweapon, amit kapott a karakter, az nem egy új subweapon, hanem talizmánt használ. Eddig azt hiszem talizmánt használta a sorcerer. És ennyi. Ez még csak a sorcerer. Na, a tamer is más használ, nem tudom most pontosan, hogy mit így hirtelen, valami trinket, vagy mi a nyavaját.
Azt hiszem. Ha nem mondok hülyeséget. Tehát most legalább annyi izé lesz, hogy na, kicsit felmegy a talizmánoknak az ára, ugyebár mert eddig a Sorcerers az amúgy se egy olyan kezdő barátkari, tehát ha már tapasztalt játékos, hogy már akkor is széttörik az ujjad a zongorázásba. Na de milyen atomlaggot kaptunk, kimászkálni, hogy ezt megkaptuk. Senki, jó van akkor. Akkor köszönöm. Skó. Na. Itt van Thor keze. Kíváncsiak, milyen lesz az avály amúgy a Karinak. Nem lehet tudni. Lehet valami nagy hammer kalapács izé. Nincs kizárva. Bár nem tudom, nekem ez a main weapon amúgy eddig jobban bejön. Már minden új Karinál ezt mondtam, hogy eddig bejön, tehát na nem ez a lényeg, csak hát most tényleg, tehát olyan, hogy mivel a leg, és hát az olyan bétától elkezdődő jó pár karik tömegéig, azt mondom, az ilyen Striker, Mystic, igazért a kezdő és a main fegyverrel a legelején nem nagyon tudtál valami szépen hallani, például Ninja, Kunoichi. Hát sajnos a Meiva meg a Musa is oda tartozik, hogy azért nekik se volt egy valami hüde családbarát mainvépenyük kezdet legelején. Sorcery-ról nem is beszélve. Tehát ez így. És ugye bár kíváncsi leszek még majd a Succession-re. Elméletileg az nekünk majd 56-oson kell megnyilván, de szerintem még az sincs bent a játékban, amit megkaptunk, az maga a Kari és a main weaponja, de szerintem ez is elég szép ahhoz képest, hogy csak visszavette a Pearl Abyss a game-ét, és már egy jó pár avítást a képetbe is csap, segítséget, kedvet, örömet, és ugye bármint mindig most is van ilyen, hogy a szinteled az új Karit, akkor kapsz a pénzt, meg minden, hát ez most sem maradt el. Imád azt, amik elköltöttem. Erre a két fegyóra, amit vettem, de hát na. Valamit valamiért, ergo, tehát. Na. Azt szerintem még egy picit ölünk azért. És utána pedig majd zárjuk a vidit, mert mindent, amit akartam, elmondtam, más nagy valamit itt nem tudok most magyarázkodni. Na, ott meg mi anya vagy a világít. Nézzük már meg. Gyere már. Mi van itt? Ja, ez a... Mi kell neked? Nem is tudom. Azt mondom, hogy semmi, csak alapból ad nekünk 2 órára 300-as. Hát ez mondjuk kell a 300-as skill XP, mert skill pontból azért nagyon gyengusan állunk, hogy ilyen szépen lehet fejlődni. Jó, mondjuk, na. És itt most izélek, hogy 187-es AP-val jól lehet fejlődni, hát jó van, kösz. Most igen, lehet színni egy kicsit, hogy kökinek úgy nagyon síve kívánsága. De mondjuk, most ha kezdesz egy karit alapból, az, hogy valami 100 valahány millát, azt hiszem. Ha minden igaz. Plusz még amit kicsit összefarolsz, tehát egy plusz 15-ös ava baromságokat beszélünk, meg hallok össze-vissza. Main weapon meg sub weapon-t annyiból össze tudsz kaparni, és utána pedig haladsz. Vagy te felpluszolod, mert ugyanis plusz 15-ig nem olyan kinkes erves az enchantolás. Na, Johnny, megjöttetek? Na.
Még ez lenne a nagy dodge skillje szegénynek, ami azért lehetett volna kicsivel azért pörgősebben, ne haragudjanak meg, de nem baj. Így se sírok, mert elég sok mindent adtak Akarinak. Ahhoz képest, hogy új. De mondom, ez engemet egy ilyen Thor meg Dragon Ball izére. Mint a kettőnek a keveréke, ha lenne, tehát így engem arra emlékeztet, most nem muszáj velem egyet érteni, de... Nyomjuk be a level 55-öt, na gyertek srácok, nyomjuk meg azt a level 55-öt. Hát jó, csak hogy a fán nem így, mert... Mász fán át. Mász fán át. Hát azt a keveset nem akar. Na. És akkor meg is lettünk level 55-ösök. Ami nem is rossz. Na. De akkor srácok, ez a vidi ennyi lenne. Ezek az újdonságok a BDO-ba szerintem nem rosszak. De azért ezt mindenki maga dönti el, hogy kinek mi szíve, vágya, minden. Tehát nem kérje rám hallgatni, én csak elmondtam, feltállaltam, ha tetszik, jó, ha nem. Hát úgyis jó, na de akkor a következő részig is, hogy ne szaporítsam itt a szót a semmiről. Ugyanúgy, mint eddig. Hellóztok, és bye bye.